Január elején nyitotta meg kapuit a dombóvári új esélyközpont, melyet a Baptista Tevékeny Szeretet misszió hozott létre. Az intézmény pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek számára nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra, foglalkozásokra és étkezés igénybevételére. A cél, hogy a nehézségekkel, függőségekkel vagy pszichés betegségekkel küzdő emberek hatékony, szakmai és lelki segítséget kaphassanak. A Baptista Tevékeny Szeretet misszió új intézményhálózata elősegítheti a társadalom perifériáján élők méltó életminőségének kialakítását. Az egyházi fenntartású intézményben összesen csaknem 100 pszichiátriai és szenvedélybeteg kaphat szakszerű segítséget. Az ellátásnak nem feltétele, hogy a rászoruló baptista felekezethez tartozzon. Új esélyközpontot nyitottunk a Baptista Tevékenység Szeretet misszió fenntartásában. Ebben a központban itt Dombóváron 50-50 fő szenvedély és lelki problémával küzdő polgártársunknak, honfitársunknak, dombóvári lakosnak nyújtunk segítséget. Felkészült kollégáink, addiktológusok, pszichológusok, terápiás munkatársák várják az ide látogatókat. A kapunk az év minden napján, így ünnepnapokon is nyitva van, 8-tól 2 óráig. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. A központban különböző szolgáltatások is igénybe vehetők, mint háztartásportló tevékenység, mosószárítógép, étkezés, tisztálkodási lehetőségek, és hát a különböző csoportfoglalkozásokkal várjuk a kedves ide látogatókat. Egyházi beruházás keretében valósult meg ez a fejlesztés. A Dél-Dunántúlon 7 városban indítjuk el a központjainkat. Ebből az első 2021 szilveszter napján 12-31-én nyílt meg, és azóta is már aktívan látogatják a központunkat a ellátottak. Torna, Somogy és Baranya megyében nyitunk központokat. Mint mondtam, ez volt az első, erre most nagyon büszkék vagyunk. Ennek állunk itt most a megnyitóján. És hát a csapat teljes, várjuk az év minden napján a ellátottakat. Az ENSZ becslései szerint akár 4 millió ember is elhagyhatja Ukrajnát az orosz támadás miatt, közülük pedig sokan hazánkban vagy azon keresztül igyekeznek menedéket találni. A Baptista Szeretet Szolgálat és a Baptista Tevékeny Szeretet misszió is az elsők között kezdett segítségnyújtásba. Ezúttal azonban más termékekre van szükség, mint ahogy ezt megszoktuk egy-egy adománygyűjtő felhívás kapcsán. Javarészt, amit várunk, az olyan konzervek, amiket azonnal kibontva tudnak fogyasztani, olyan tartós tésztafélék, kenyérfélék, amiket szintén kibontva azonnal tudnak fogyasztani, illetve kis energiaszeletek, kis csokoládék, hogy kisgyerekeknek is azért jusson ezekből, valamint takarók, matracok, párnák, nem tolpárnák, hanem természetesen csak olyan, ami újra kimosható és hasznosítható, mert hogy allergia miatt ugye ezeket nem lehet a párnákat, tolpárnákat, pelenka, WC-papír, nedves tűrlőkendő, intimbetétek, ezeket várjuk leginkább. A szállítás, hogyha beérkezik ezekre a gyűjtőpontokra, akkor kollégák jelzik, hogy megteltek, összeszedjük és Pákozdi központi raktárba szállítjuk a szeretett szolgálatnak, akik tovább viszik a Mátészfalkai részre, onnan pedig Tiszabecsre fog kerülni. Az Ady Endre utca 60-as szám alatt található dombóvári új esélyközpont hivatalos megnyitóját március 3-án tartották.